Üdvözlök mindenkit, az új évben Necrocrim vagyok, és jöjjön egy videó, amit még régen kértek a múlt évben, és akkor frissen megújulva az új évben beszélgessünk róla, mert az az igazság, hogy meg is feledkeztem róla, valahol felírtam magamnak, hogy erről is csináljak videót, és a napokban találtam meg. Úgyhogy rég kérte az illető, elnézés, lehet, hogy azóta már sok minden változott, de amúgy is terveztem, hogy beszélek egy időben erről a témáról, mégpedig squad technikák, ugyanis az illető, aki rám írt, megkért, hogy csinálják ezzel kapcsolatosan egy videót, mert hogy neki van egy ilyen kis baráti társasága, összeálltak egy nagyon jó kis squadba, viszont egy problémájuk van, hogy egyáltalán nincsenek összeszokva, és nem igazán tudják, hogy hogy oldják meg ezt az összeszokás problémáját, úgyhogy gondoltam, hogy megosztok egy-két dolgot ezzel kapcsolatban, mert ha Battlefieldben van egy baráti társaság, akivel játszol, egyet kell értsünk azt hiszem abban, és szóljanak hozzá azok az emberek, akikkel együtt játszom azért rendszeresen, hogy ha squadban játszunk együtt, és minden szépen folyékonyan megy, elképesztően módon tudjuk élvezni a játékot. Még én is, mint egy kisgyerek, így belelkesedek, hogy ó, de királyul csináltuk, de bevettük ezt a pontot, de faszán meg tudunk, kéne egy kis légitámogatás, már is ott terem valaki, lövi az ellenfelet, és az biztos, hogy egy squad együtt tud működni, elképesztő eredményeket tudnak elérni, és az esetek, hát nem, srácok, azért az esetek 90%-ában, 90-95%-ában, mikor a TNA-nak azon tagjával játszom együtt, akivel egy kicsit jobban össze vagyunk szokva, az összes TNA tag ott van az első 50, tehát frankon, tehát simán jól játszunk, hogyha egy tényleg egy jó squad össze van szokva, akkor frankon ott vagyunk minden játékon ott vagyunk az első 5-ben. Na de mi kell azért ahhoz, hogy egy squad összeszokott legyen? És mondani azért nekem persze egy kicsit egyszerű dolgom is volt, mert az emberek, akik csatlakoztak a TNA-hoz, azok látták a videómat, látták, hogy hogy játszunk, hasonló mentalitásban vagyunk, és hasonlóképpen gondolkodunk a játékban is. És itt van a lényeg valahol, a hasonló mentalitás, ami azért ugye adott, egy adott squadnál, hiszen összeálltak az emberek azért, mert egy hasonló mentalitásban beszélgetnek, gondolkodnak, szórakoznak, ezért valahol játékban is egyeznek, úgyhogy az első szempont az, hogy valahol legyen egy hasonló mentalitásunk. A második szempont úgy gondolom az, hogy mindenkinek, a squad összes tagjának legyen egyéni tapasztalata, egyéni, úgy gondolom, squad nélküli, tehát egyéni tapasztalata a játékról, lehetőleg ismerjék jól a pályákat, ismerjék jól a szögeket, ismerjék a fegyvereket, azt az adott fegyvert, amelyet szeretnek lőni, ismerjék a különböző kasztokra, vagyis klasszokra, Assault, Engineer, Support és Recon-ra vonatkozó apró etikai szabályokat a játékon belül. Ez nagyon fontos, hogy egy squad, amikor összeáll, az legyen tisztában az összes kasztnak a formalitásaival, hogy kinek mi a szerepe azon a bizonyos csatamezőn, és nagyon fontos az egyéni tapasztalat is, hogy ez azért fontos, hogy játékban egyedül legyen képes döntéseket hozni, és gyorsan reagáljon szituációkra. Szóval úgy gondolom, hogy egy squad összeállásához az első szempont a maga az a hasonló mentalitás, a második pedig az a játék ismerete maga. Pályákra, fegyverekre, kasztokra leszűkítve kell legyen egy ismeret. Miért? Azért, mert mikor később összeálltok egy adott játékra, akkor az mindannyian tudjátok a másikról, hogy ez a játékos tapasztalt, ez a játékos ebben a kaszban tudja, hogy mit kell csinálni, és hú, de jól tolja vele. Ja, igen, hogy ezzel a fegyverrel játszik a halza, elég jó statokat szokott elérni, szóval kezd egy aféle bizalom felépülni, és ez a nagyon-nagyon lényeges dolog, az a bizalom. Tehát az, amikor nem egyszer volt velem például olyan, hogy Gunner T kollégával, ugye Tibivel játszottam sokszor, és adódott egy szituáció, amire tudtam, hogy én nem fogok odaérni, de azt láttam a térképen, hogy Tibi mint az őrült rohan, és 100% is biztos voltam benne, hogyha Tibi oda beér, megoldja a helyzetet. És megoldotta. És ez a fajta bizalom legyen meg. Még akkor is, ha nem oldja meg, én akkor is biztos vagyok benne, hogy megoldja. Szóval
A másik pedig, hogyha most egyénre szűkítjük le, tehát az első az, hogy bízz a társaidban az, hogy ő megoldja a saját szerepét. Például, ha fedezni kell egy helyet, akkor te nem két irányba nézelődsz, mint az őrület, és forgatod 180 fokban a fegyveredet, mert úgyse fogsz felfogni semmit, hanem rábízod a társad, te figyeld, te nézd azt, én nézem ezt. És akkor megvan oldva, de nem kapkodjuk a fegyvert, mint a hülye. Mert annak nincs értelme, hanem a saját részlegünket fedezzük. Szóval kell ez a bizalom a társaid irány, hogy hagy, engedd el magad, és hadd csinálják meg az ő saját szerepüket. Ez nagyon fontos. A másik pedig a backup plan, én ezt úgy szoktam hívni, a második megoldás. Mert természetesen van úgy, hogy bár bízol a társadban, de neki nem biztos, hogy összejön. Mert hogy egy jobb játékosra találkozik, mert hogy távolról kiszedi egy csipa, bármi megtörténhet. Ezért kell legyen egy backup plan. Tehát a bizalom mellett kell legyen egy ilyen B variációd is, hogyha az történik, hogy neki nem sikerült, te mit fogsz lépni? Azért, hogy kijavítsd azt az adott hibát. Szóval így fedezed le magadat akkor, hogyha valami baj lenne. De hidd el nekem, hiába van, ha nem bízol a partneredben, tehát nem bízol a squad társadban, akkor a backup plan, tehát a B terved nem fog működni. Érted? Azért működik a B terved, mert bízol a társadban, bízol, hogy meg tudja csinálni, és bízol abban is valami eszét, hogy nem tudja megcsinálni. Tehát abban is bízol, hogy nem tudja megcsinálni, bízol benne, hogy meg tudja csinálni. Ha meg tudja csinálni, akkor jó, ha nem tudja megcsinálni, akkor is jó, mert akkor sem leszel rá mérges, mert valami oknál fogva nem tudta megcsinálni, de neked már van B-terve. Ez az egyik nagyon fontos dolog. És a hajós játékban is, amit láthattok, bár mindenki idegen volt, és láttatok, hogy folyamatosan visszaszpónoltak rám, javítottak, nem voltak félősek, amikor a hajónak alacsony volt az életesem, és észrevettem, hogy ezek olyan játékosok, akik tudják a szerepüket. És itt a másik kulcspont. Tudd a szerepet a squadodon belül. Nem azt mondom, hogy folyamatosan kell egy vezető, kell egy, mit tudom én, egy második vezető, egy harmadik, negyedik, ötödik, blablabla, bla, bla, nem. Nincsenek vezetők, nincsen squad leader. A squad leadernek BF4-en a szerepe belül csak annyi jelölt ki a pontot, hogy több pontot kaphassunk. Ennyi. Nincs squad leader. Mindenkitől nagyon fontos, egyenlő mértékben tudja a szerepét. Tehát például, én azt mondom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy legyen mindegyik kasztból egy legalább egy squadon belül. Mégpedig lehetőleg azzal, amivel a legjobban játsztok, de természetesen lehettek egy egységes squad is, akkor viszont egy kicsit másképp kell működni, de most kicsit menjünk arra, hogy mindenkinek megvan a maga szerepe a squadon belül, mindenki egy kasztot képvisel, asszolt, support engineer, recon, stb. És akkor pedig tudni kell tökéletesen, hogy kinek mi a szerepe. Ez a másik, ez is egy bizalomépítő dolog, hogy te tudod, hogy asszolt vagy, és valaki azt ordítja, hogy baszki, élet, élet, élet kell, akkor bármi történik is, az a teszkodod, te odamész, és lekúrod az életet neki, hogy ő felgyógyuljon, kisegíted a bajban, felgyógyult, tovább állsz, és csinálod a te bajodat. És ha valaki azt ordítja, hogy lőszer, 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 baszki, akkor rászponolsz, és lőszert adsz neki, mert ez egy nagyon lényeges és fontos dolog a Battlefield-en, hogy összeműködjön egy squad, amikor lőszer kell, amikor egy engineer kell, akkor fontos volt lenni az engineer, hogy megjavítsuk azt a tankot, mert az a tank lesz az a fal, ami viszi tovább előre a squadot, és akadályozza meg, hogy az ellenfél előrébb nyomuljon, és például bentül a squadban egy lőszeres, meg egy asszolt, az inginérek kívülről támogatják, javítják, a mesterlövész pedig, már ha csipát használ, akkor távolról spotolja az ellenfeleket. Nagyon fontos a spotolni az ellenfeleket, hogy az inginérek, akik a tank körül vannak, lássák a térképen, ha esetleg őket fenyegeti valami veszély, ha a tank lássa, hogy a C4-es jön, mindenkinek meglan a szerepe, és ettől épül fel egy squad. Ez egy ideális kép, ez nem mindig történik így meg a Battlefieldben, és erre szolgál az a bizonyos B-terv. Ha egyedül maradsz, akkor mit csinálj? Akkor behúzod fedezékbe, megvárod, amíg rászponolnak. Nem válasz fölösleges kockázatot, hogy elveszítsél pontot, úgyhogy egyedül nekimész másik öt embernek, mert Battlefieldben az annyira nem vágja, mint Call of Duty-ban. Szóval tehát azt mondom, hogy hasonló mentalitás, egyénileg ismerni a játékot, fegyvereket, a játék struktúráját,
ismerd a játékon a belüli szerepedet, bízz a társaidba, legyen egy B-terved. Szóval ezt mondanám kulcsfontosságú dolgoknak ahhoz, hogy egy squad jól működjön. Mi van akkor, hogyha egy squad ugyanolyan tagokból áll? Tehát majd tegyük fel, mindenki engineer. Akkor viszont az egyébként az is egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó munka, akkor viszont nagyon gondolni kell abban, hogy egységben az erő, és gyakorlatilag mindenhova együtt érdemes mozogni, együtt foglalni, együtt kiszedni a tankokat, együtt menni valahova, mert egymagában egy ember természetesen elég kevés ideig marad életben. De hogyha például különbözőek a squadok, és van mondjuk köztetek egy Recon, ami, aki mondjuk tehetsége van ahhoz, hogy ügyesen bemenjen az ellenséges vonalak közé, akkor azt például fel lehet használni valódi felderítési dolgokra. Na most figyeljetek, srácok, tudom, hogy ezt szétfogláljátok, de átugrom F-hez, jó? Jó, a Recon fogja átugrik F-hez, aha, oké, lerak egy spawn beacont, valóban bemegy F-hez, kilövi kétszer, azt mondja, jó, vannak hatan F-nél, spawnoljatok a spawn beacon, és bemegyünk együtt, és lezúzzuk az arcukat, és ez így működik. És nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ajánlom figyelmetekbe a Battlefield barátok közsorozatot, mert, meg a TNA-n action sorozatot, mert ott live-ban megy a frankó összjáték. Olyan arcokkal, akit sokszor csak akkor találkoztam aznap, de a macsonló mentalitás rávitt minket arra, hogy érezzük azt, amit együtt csinálunk, és hogy taktikázzuk, hogy megbeszéljük a csatatéren, és ez a másik, kommunikáció. Fontos. Figyelj, 5 ember rám támad, kéne egy kis segítség, a kódom és segítségé. Figyelj balról, mert jön valaki, jó, rendben. És csak ennyit kell mondjál, és a másiknak értenie kell, és meg kell értenie téged, nem pedig ellenállni, hogy figyelj, balról jön 5 ember, nem érdekel, most ezt fogom csinálni. Nem, ez így soha nem fog működni egy squad. Szóval figyelj, balról jön 5 ember, rendben, figyelek oda is. Érted? Szóval, és közben tudod, hogy van egy backup planed mind a kettőtöknek, hogyha az 5 ember kilövi valamelyik őtöket, akkor figyelj, ha kilőnek, elbújok ide, rám spawnoltok, és lezúzzuk őket. És így frankon fog tudni működni a squad, és a BF4 barátok közt, és a TNA Action sorozat is ajánlom nektek szeretettel, mert tényleg úgy live-ban megy nagyon jó kis összjáték gyakorlatilag. Ennyi lett volna, remélem élveztétek a videót, én izgalmasnak tartottam a témát, és jól esett beszélni róla már, mert egy jó ideje készítettem erről beszélni. Nos, köszönöm a figyelmet, sziasztok!